Mykéné korabeli város volt az alapja Argosznak. Most a Akropoliszára, az argoszi Akropoliszra megyünk föl, ami manapság megint csak nem ókori, hanem egy középkori vármaradvány, mert a törökök meg a bizánciak azok itt ugyanúgy erődöt építettek. Jóval. Szóval most jött el az az idő, itt Argosz belvárosába, vasárnap dél, 36 fok fölött van. Úgyhogy nemhogy a színházban nem mentünk be, ott még jobban süt a nap, mert a kövek visszanyomják a izét. Itt meg találtunk egy palacsintázót, beülünk palacsintázni, és most lesz, hogy sorra lemondjuk a programokat, amik lesznek, mert egyszerűen kibírhatatlan. Veled kezdjem? Nem muszáj. Palacsinta. Ilyen. És egy jó habos, epres nutellás. Jó étvágyat. Jó étvágyat. Jól választottam, úgy érzem. Argosz központja. Szia! Több mint egy órát hűsöltünk az autóba egy fa alatt, aztán rászántuk magunkat, hogy akkor még egy Mykéné kori várba, Tirünsz várába is bemegyünk. Most itt gyaloglunk, várj, átjövök, hogy látszódjon, a kükloptikus falak mellett. 37 fok van, kérem szépen, és ontják magukból a hőséget, de akkor is bevesszük a várat, ugye, Cica? A program az program. Nem lehet feladni. Hajrá! Mint mindenki tudja, Tirünsz várának három bejárata van. Mindenki? Senki nem tudja? Ja, jó. Ez volt itt az első kapu, de szerintem a második, de mindegy. Kicsit romhalmaz, nehéz kiigazodni. Azért nyerte el a vastagfalú várat, mert így néz ki oldalról a falazata. Jó, mi? Nem volt mivel átlőni, az biztos. Ezt a várat is Harry Schliemann tárta föl annak idején, amikor a trójai háború után nyomozott. És ugye ez is szerepel a Iliászba,
Tirrünszvára. Kettes számú kapuhoz érünk, ami szerintem már a hármas. Befordulunk majd jobbra, és akkor lesz a palota rész. Most befordultunk itt az előbb jobbra, ez volt itt a propüllea, a díszkapu, így be lehetett jönni, és itt van a megaron, az a mükénei kori építészetben a trón terem előtti udvarszerű képződmény. Szóval ez volt itt ez a négyszögletes a megaron, itt álltak oszlopok, oszlopcsarnok volt, és mögötte volt a trón. Ott tücsörgött a király. És a kicsit arrébb mész, az mind narancsfaliget. Narancsfák, ugye azt láttál? Időszámításunk előtt 1400-ban élte virágkorát ez a város is, aztán 1200-ban elmentek Trójába, mire visszajöttek, jöttek a dórok, leigázták őket, aztán hanyatlani kezdett, Argosz elfoglalta, ennyit erről süt a nap, menjünk tovább, köszönjük szépen. Abból is látszik, hogy itt született Heraklész, ugye? Mert hogy kiskorában már akkor olyan erős volt, hogy nem tudott mit csinálni, összedobálta a köveket, így alakult ki ez a 7 méteres fal vastagság. Játszol, kisfiam? Nem, csak rakok egy falat, oké. Okay. Hol bujkálsz, Heraklész? Kisfiam, merre vagy? Ja, építette egy kis sátrat magadnak itt? Ja, nem volt vászon, összeraktad kőből, oké, okay. Rendítsek. Megérkeztünk Nafplióban. Terülj, asszonykám! Jó, megjöttünk az esti sétából. Ez a Nafpliói két éjszakás szállásunk. Ugye kiúlunk egy kicsit még az erkélyre. Nem tudjuk, mi fog látszani. Ez itt az erkély. Előttünk a park. Fölöttünk a Palamédi erőd. Ott. Hát már csak egy csík. Ami érdekes, hogy teli hold van egészen. Annyira fényes a hold, hogy akkora udvara van, hogy az nem igaz.